Fák közé szorult, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó. Ezek a felvételek 2018. decemberében történt balesetnél készültek a 65-ös úton. A balesetben egy 18 éves fiú meghalt, egy 22 éves férfi pedig súlyosan megsérült. Fejsérülése, végtagjai törése miatt csak fél év alatt gyógyulhat meg, és valószínűleg plasztikai műtétre is szükség lesz a fején levő hatalmas sérülés miatt. A 19 éves sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Kovács Ildikó, a szekszádi törvényszék szóvivője elmondta, a tragédiát az ügyészség szerint az okozta, hogy a sofőr a vezetés előtt alkoholt ivott, amit a helyszínen megfújt szonda, majd a későbbi vérvétel is igazolt. Az ügyészség szerint a baleset azért következhetett be, mert a sofőr ittassága miatt elvesztette az uralmát a jármű felett. A férfi ügyét hamarosan tárgyalni kezdi a Tamási Járásbíróság. Az előkészítő ülést már megtartották, ahol ismertették a vádat. A Tamási Járási Ügyészség emelt vádat halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt, az ellen a 19 éves vádlott ellen, aki halálos közúti balesetet okozott. A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és tagadta, hogy a balesetet az okozta, hogy ivott, mielőtt vonához ült. Halált okozó ittas járművezetés büntette esetén a bíróság 1-től 5 éves büntetési tételkeret között gondolkodhat. Ennek középmértéke 3 év letöltendő szabadságvesztés, amely kiszabható az enyhítő és a súlyosító körülmények esetén ez emelhető, illetve csökkenthető. A bírósági tárgyalást márciusra tűzték ki.